Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk Szolnokon. És akkor most ezt a vasútállomást fogom így bemutatni. Látszik, hogy itt a széles pedál ott a háttérben ezek a régi aluljárók, hogy hát ez ilyen szolgálati... Ezek szolgálati aluljárók, itt autóforgalom van főleg, ugye ezek lámpásak. És egyébként ezzel a traxszal jöttünk eddig, ez a... és ezzel az Intercity-vel. Ott arrafele hátul van a rendező. Ott, ahol itt a vagonok állnak, meg ott a, hátul a vezérlőkocsik. És egyébként itt van szemben egy toronyház, így az állomás mögött. Ott látszik, ez egy 24 emeletes toronyház. És annak a tetejéről nagyon jól belátható az egész. Majd egyszer, hogyha sikerül, akkor oda fölmegyek, és akkor majd onnan is videózok. Benne áll még egy fölött, akkor mindjárt lemegyünk az aluljáróba. Ez pedig mindjárt elmegy. Aztán majd később, akkor majd a váróteremből és az aluljáróból is, akkor majd mutatok. Hát oda is lemegyek filmezni. Egyébként itt van az utastájékoztató tábla is, majd ezt is megmutatom, hogyha elment a vonat. Akkor fog ugye váltani. Legalábbis ezek a biztosak. És egyébként itt van maga az utastájékoztató, ez még a régi mechanikus ilyen. Tehát tábléket ilyen van a váróteremben is, ezek még ezek a kattogó pörgő táblák. És egyébként itt vágányszámokat ugye nem jön, de ilyenek ott van a 10 meg a 11-es. És a másik az meg a 7-8, tehát itt na, igen, és akkor na így áll, így állítja át. Hát most ugye nem ír ki semmit, mert akkor valószínűleg a vágányhelyt alapján így nem fog jönni vonat. De egyébként a váróteremben éve nagy eredménye, ezőt is megmutatom, az is ugyanilyen, és percekig tartom, eddig átírja teljesen. És akkor hát itt az aluljáró. Magát a vasútállomást olyan a 70-es évek eleje közepetáján modernizálták, akkor épült ez az aluljáró is, maga a szolgálati is akkor épült ki, meg a széles peronok is. És emiatt néhány vágány az el is tűnt, például a 9. nincsen, mert az a 7.-8. a másik, hogy mellettünk van. Ugye a széles peron helyén volt a 9. És így néhány vágány el is tűnt. Hát, igen, ez a 70-es években ez még nagyon modern volt, mikor megcsinálták, azóta már ugye elavult, de terve van a felújítás a liftekkel, meg ugye lámpákkal. Meg az utastájékoztatási rendszer fejlesztése is, de mindjárt az aluljárót is megmutatom. És akkor nem vagyok az aluljáróba. Itt is az utastájékoztatási rendszer. Itt van ez ugyanaz a mechanikus táblák, vannak errefele is. 12-13 és akkor 15-16, tehát 14. vágány sincs. Annak a helyére is Veron épült. És majd a kijáratnál akkor visszakapcsolom, mert eddig itt ugyanaz van. Itt vagyunk megjelent, és egyébként itt a 3-4 vágány, és ezután lehet fölmenni a váróterembe. Ott hátul pedig a taxis kijárat van, meg a buszokhoz vezető kijárat. Ez itt egy egyszerű feljáró. És akkor meg ugye megmutatom a váróteremet is. Eddig ez volt az egyetlen fejlesztés, amit így néhány év alatt kiizzadtak ide. Egy kiadógép és két ilyen modernebb utastájékoztató. Hát itt látszanak, hogy az induló vonatok, ezeket könnyebb frissíteni, mint a kattogó táblákat. És egy hagyományos jegykiadógép is van. És itt van a hagyományos utas tájékoztatás, ami kötelező. Ez a két sajtpapír az érkező, meg az induló vonatokkal. Itt pedig egy állandó kiállítás. A vasútüzemről. Hát nézzétek meg. Régi étkezőkocsiból való tányérok, és ellátó különböző plakátok, és itt van a állandó vasúttörténeti kiállítás. Olvasni mindenki tud, úgyhogy felolvasni nem fogom, majd elolvassátok. Itt van a régi szolnoki indulóház. Ez a Tiszaparton van, ez volt a régi állomás épület. Na, hogyha belefér még az időmbe, akkor ki fogok elsétálni, és ezt is megmutatom. De az egy másik videó témája lesz.
hát a többit meg ti is látjátok. Itt van egy régi vasúti telefon, egy pulgus, az állomások között ezzel ugye tartották a kapcsolatot. Ott egy vasutas sapka. Ez pedig a régi szolnoki vasútállomás. Ez már az új szerintem. Itt azt látjátok ti is. Na, ott egy felülnézetes kép az állomásról. Ez is biztos a tudonyház tetejéről csinálták. Ahova egyébként én is tervezem, hogy fölmegyek majd, és onnan az egész állomásról csinálok videót. Ott talán ott látszik a háttérben van a taxikhoz, meg a buszokhoz vezető feljáró. Hát az most minket annyira nem érdekel, inkább a várótermet nézzük majd meg. Szerintem még a kiállítás itt is folytatódik, bizonyám. Ja, ez már nem az. Ez már az ejtőernyőzés története. Az ejtőernyősöknek is van, igen, mert van egy katonai főiskola, meg egy katonai repülőtér is. Az ejtőernyőzés is nagyban megy. Na, nézzük meg a várótermet. Itt van a WC is, fizetős, meg lehetősen vága, 150 forintért, de van. És akkor itt van maga a várótemem. Egyiket vazásol, és hoppá. És itt van a másik kiállítás másik része. Ez egy teljesen berendezett forgalmi iroda. Ott egy ilyen régi, ilyen húsos vízben. Kulbis telefon. Írógép. Igen. És ez még mindig ugyanaz. Szólnak híros úti. Most éppen zárva van. Személyvonat érkezik Ceglédről. Nem tudom, hogy ja, ez biztos, hogy működik. Ez egy régi étkezőkocsinak a kialakítása. Tehát ez valószínűleg ilyen étteremként még mindig funkcionál. Ugyanúgy, mint régebben. Hát igen, ez egy étkezőkocsi. Ceglédről a negyedik vágányra. És indul tovább a Debrecen-Nyíregyházánál. Hát igen. Hát ez most zárva van, különben még bemennék szétnézni. Hát ez mi? Ó, na itt aztán van minden. Ott egy váltó, törpetolatás jelző, ott egy ilyen mozdonyokon lévő, ezért a telok kilométer óra, meg ilyen rögzítő rendezés, ott mellette ott bal oldalt az éberségi, na, az ott, az éberségi berendezés, ott egy váltó, és akkor meg van két régi számítógép. Na, nézd már. Meg egy Matrix nyomtató. Hát az. Egy régi írásvetítő. Még a általános iskolában láttam utoljára. Még működés közben. Ott vannak különböző zártárcsák. Régi és új is. Ott meg különböző jelzők, alakjelzők. Ott egy vágány végejel. Tökéletes. Ott még van két vezetékes telefon. És egyébként ez maga a várótelem. Itt még különböző ajándékboltok, meg kajázák, meg ilyesmik vannak. És ott az eredményjelző. Ez bizony a régi mechanikus. Ilyen pörgő kattogós tábla. Ilyen már sok helyen vannak, Eletibe volt ilyen régen, meg Kecskeméten, de azokat már kicserélték levesre. De itt Szolnokon még megmaradt ez a régi mechanikus. És ott vannak a pénztárak alatta. Még van két jegykiadógép is. 5 perc múlva
És ilyen hangosodás tájékoztatás is van, a szaljátok ti is. Majd csinálok egy pár kevés videót ki az utcafrontról is, szemnagyjából így ennyi. A személykocsik ajtóit csukják be. Na, közben kijöttem ide a vasútállomás elé, hát ez van itt előtte a téren. Ott a buszpályaudvar, annak ott az aluljárónak van egy külön kijárata, ott van. Ott lehet kijönni a buszállomást, ott mellette ugye másik, ott van mellette a taxis, rossz is. És nem tudom, és itt van ez a toronyház. Mellette, ez egy 24 emeletes ház. És ugye megmutatom az állomásnak az utcafrontját is, csak az itt át kell jönni. Ja, igen, egyébként itt van a taxis dosz, tehát itt mellette itt az aluljáró kijárata, ami a taxisokhoz vezet. Ott meg, ez meg itt előtte a buszpálya úgy van innenfe. Mennek innen mindenfele buszok el. A vasútállomás előtt meg van egy kerékpárút. És egyébként itt van ez maga az állomásnak az épülete. Ez így végig. Ott vele szembe, ott a panel, mert az állomások a panel között van a vasutas művelődési ház. És hát itt nagyjából ennyi van. Van egyébként még két váróterem is az állomáson. Egyik volt régen a nem dohányzó, másik a dohányzó, de ugye most már mind a kettő nem dohányzó lett. Hát itt nagyon más nincsen, úgyhogy szerintem ez így a szolnoki vasútállomás bemutatása az ennyi. Úgyhogy sziasztok, majd a következő videó az remélhetőleg, hogy eljutok ma addig, akkor a régi indóházról fog szólni. Hoppá, na ez még itt van a vasútállomáson, de ezt nem akartam kihagyni. Semmiképpen ez egy 320-as, 424-es gőzmozdony kiállítva. Ként ez volt a legnagyobb, majdnem a legnagyobb darabszámba gyártott gőzöse volt a márna. No, a 424-es, mert nagyon sok onnan bevetették. És a legerősebb is volt, ezért is kapta a Bivaj becenevet. Nagyon hosszú, meg erős termatokat el tudott vinni. És 90 km/h volt a végsebessége. Ami egy gőzöstől azért nem volt rossz, bár még voltak nála gyorsabbak. 242-es sorozat, a 160-at is tudott. Ugye a 30-as években, már akkor. Tudjátok, hát ez egy teljes egészében jó állapotban megmaradt gőzös. Látszik, hogy törődnek is vele. Nem fúros, de mint így általában ilyen kiállított gőzösnek az a sorsa, hogy ott hagyják, és akkor szépen a természet teszi a dolgát, de nem, de úgy tűnik, hogy vigyáznak. Mellette egy hármas alakjelző. De és akkor ma mindjárt csinálok videót szemből is róla. Látszik, hogy hatalmas nagy gép volt ez. Egyébként benne áll mellettünk egy vektoros tehervonat. Gartner. Kocsik és az elején egy vektron volt. Hát jó, még már elment, az nem látszik, de egy vektron volt az elején. Az pedig ott egy régi víztorony. Az is még a gőzösökhöz kapcsolódott egyébként, mert ugye a gőzösöknek ilyen vizet kellett venniük. Bizonyos állomásokon és Szolnokon is volt vízételezési hely. Most éppen egyet sem látok az állomáson, lehet, hogy már nem marad, de voltak ilyen úgynevezett vízdaruk, ahol ugye a peron mellett lehetett vizet vételezni a gőzösnek. Na hoppá, ez meg mi? Itt egy csavarkapocs, meg egy ütköző. Hát ez mi akar lenni? Na mindegy, nem tudjuk. De itt van szemből a gőzös. Van ott egy térvilágító is. És szerintem az épület ott a háttérben az lehet a munkásszálló szerintem. Nagyon annak tűnik. Azt nézzétek. Ez mi? Ez úgy néz ki, mint egy... Ja nem, ez egy bőrönt. Ezt valakit hagyta. Ja, hát itt szemben már lakóházak vannak. De a gőzös azért mi megnézzük így oldalnézetből is. De ide lehet, hogy fényképet is fogok csinálni. Tök jó. Itt van. Na, és akkor jött még egy zóna. Dupla fölött egyébként az elején, ott egy ilyen kék-sárga új, mögötte meg a hagyományos piros. Hát ez...
Nincs ráírva, mi de lehet valami emlékmű egyébként, de... De nincs ráírva. Úgyhogy akkor sziasztok, ennyi lehet volna tényleg. Ja nem, hát le fogok mi menni oda az aluljáróba is, na még azt is megnézem, úgyis itt van a lejárata. Na majd akkor jelentkezek. Akkor nézzünk le ide. Ez egy régi szolgálati aluljáró. Hát nem tudom, meddig lehet levenni, de kipróbáljuk. Abban le van zárva, úgy tűnik. Valamikor 10 évvel ezelőtt voltam itt lent, és akkor még nem volt lezárva. Vagy lehet, hogy rosszul emlékszem, és az a másik oldalon volt, és az le volt. Hát, akkor most csak így bekukkantunk, más nem tudunk csinálni. Mondjuk nem is biztos, hogy nekem ide be kéne menni. Elég szépen néz ki, na itt van ennyi. Ennyi a vége. Egyébként nincs semmi érdekesség, csak ugye hótkosz az egész. Tehát gyakorlatilag így azért derékig ér a bedva, meg ugye be van állszva, de nincs itt semmi érdekesség. Ugye hát minden lejárat ilyen lámpás, tehát ez szolgálati aluljáró. De szerintem, hogyha valami miatt autóval kell, vagy valami gépjárművel bemenni a peronhoz, akkor használják, egyébként nem szokták. Úgyhogy nyilván itt most még tovább megyek, és akkor így itt a járműjavító után így bejárom azt az iparvágányt még, ami ugye egyrészt a járműjavító felé megy, másik rész meg ugye a régi indóházhoz. Mert ott egy iparvágány van még, ami megmaradt. De az már a következő videó témája lesz. Én itt most akkor elköszönök, nem, de nem mondom, hogy itt vagyok. Itt van, jó. Sziasztok, itt vagyunk Szolnokon. Ott van a háttérben a szolnoki vasútállomás. Ott van a kezem benne az objektívben. Jó, így már jó lesz. Itt előttünk meg van egy víztorony. És arrafele fogunk menni, az iparvágány arra van. Úgyhogy sziasztok.